Beszélgető társam Horváth Zsuzsanna, gasztroblogger, a Rozé Kacsa blognak a szerkesztője. Szeret főzni, és tud is. Receptekről is beszélgethetnénk, már egyébként a nézőink megismerhették őt egy főzős műsorban, de most képviselőként ül itt. Mi akkor tegeződtünk, de most politikusi minőségben ezért azt kérdezem magázó nexusban, hogy mi motiválta, amikor jelentkezett arra, hogy képviselőként megmérettesse magát, és 5 évig elnyerve a tisztséget, így foglalkozzon a közügyekkel. A polgármester asszony kért fel erre a megtisztelő feladatra, és tényleg azt kell mondjam, hogy megtisztelő, mert ebben egy ilyen kis településen azt gondolom, hogy mindenki, aki a közügyekben részt vesz, az véhetően itt lakik, és tenni akar a lakókörnyezetéért, és ez rám is maximálisan igaz, 3 gyermekem van, és abszolút burokként gondolok Nagy Kovácsira, és azt gondolom, hogy itt felnőni gyerekként, illetve szülőként itt nevelni a gyerekeinket, az egy nagyon privilegizált helyzet így Magyarországon belül. És hogyha a polgármester asszony meg a képviselőtársaim azt gondolták, vagy a már meglévő képviselők azt gondolták, hogy én alkalmas lennék erre a feladatra, akkor ezt a bizalmat ezt meg kell hálálni, és igazából ezzel vállaltam el. Aztán, hogy utána a választópolgárok is azt gondolták, hogy alkalmas lehetek erre a feladatra, azt meg pláne meg kell hálálni. Említette a 3 gyermeket. Mondjuk Zierka Zsolt, szintén új képviselő, 8 gyerekes édesapa, jó, hogy közülük már páran kirepültek, de hát itt kisgyerekekről beszélhetünk. Azért önmagában 3 gyereket nevelni nem könnyű, plusz dolgozni, plusz háztartást vezetni. Erre még jön egy képviselőség, ezt mennyire gondoltad? Hát gondoltam, ez volt a legfontosabb, tehát alapvetően nekem a legfontosabb projekt azért az életem ebben az időszakában az egyértelműen az édesanyaság. Úgyhogy minden egyéb dolgomat, munkámat, meg egyéb tevékenységet azt úgy alakítok, hogy a legfontosabbak a gyerekek. Ami nem jelenti azt, hogy minden másodpercben ők az első, tehát nyilván van olyan, amikor például egy képviselőtestületi ülés miatt akkor az az első, akkor oda kell menni, akkor meg kell szervezni, hogy gyerekekkel mi van, de alapvetően a fejemben ők az elsők. Ugyanúgy tudja folytatni az életét, ahogy eddig berendezkedett, vagy azért egy másfajta ritmust, szervezést igényel? Nem, szerintem nagyjából a ritmus az ugyanaz. A fejemben a prioritások kell, hogy néha kicsit változzanak, de ezért alapvetően olyan az életünk, hogy ezt meg tudjuk oldani, meg hát a férjem ebben maximálisan támogat, tehát akkor, amikor napközben neki vannak olyan elfoglaltságai, ami miatt nem tud részt venni a gyerekekkel kapcsolatos életbe, akkor én vagyok ott maximálisan, hogyha a képviselői teendők miatt meg nekem kell mennem, azért azok inkább délutáni órák, illetve sokszor hétvégé, különböző ünnepségeken, meg rendezvényeken, akkor meg ő. Túl azon, hogy feltehetően, ha lesznek ilyen képviselői, testületi összejövetelek, akkor ott remek sütemények kerülnek majd felszolgálásra, de ezen túl mi az, amit hozzá tud tenni ahhoz, hogy az eddigieknél is jobb, élhetőbb település legyen Nagykovácsi 5 év múlva? Ami miatt engem felkértek, és ami miatt én azt gondolom, hogy alkalmas is lehetek erre, az, hogy minden közösségben, amiben benne vagyok, abszolút ilyen problémafókuszúan szeretek gondolkodni, nagyon hamar átlátom a helyzeteket, rögtön jön a megoldás, hogy oké, akkor ezt kell csinálni, azt kell csinálni, és ilyen gyakorlatias ember vagyok, aki aztán azonnal csinálja is, és akkor a többiek még csak kapkodják a fejüket, én meg már túl vagyok rajta. Tehát ez a fajta gyorsaság, szellemileg is, meg tevékenyen is, szerintem ez hatékony lehet, főleg az önkormányzatiságra nagyon jellemző az, hogy olyan lassan mozdulnak a dolgok, egyszerűen adódik a sajátossága az önkormányzatiságnak, hogy nem lehet mindent nagyon gyorsan csinálni, de egy gyors gondolkodó ember az meg lehet, hogy jót tesz ebben a környezetben. Az, hogy 14 éve élünk most már Nagykovácsiban, és a 3 gyermekem most már mind a 3-an iskolásak, de egészen tavalyig még ugye az óvodában is ott voltunk. Az elmúlt 11 évben 10 évet töltöttünk az óvodában. Tehát, hogy így nagyon bebetonozottam az óvodai, iskolai, sportélet különböző közösségekbe, és mindenhol megtalálnak így a feladatok. Tehát, hogy azért előbb-utóbb mindig sikerül valamit elvállalni, amit meg lehet csinálni, ez mindenki hozzá is szokik a környezetembe. És szerintem ez a látásmód is amúgy nagyon hasznos, hogy nem csak ilyen különböző szakmai dolgok, hogy akkor ki mihez ért, hanem egyszer az, hogy benne vagyok az életbe, és látok egy csomó olyan problémát, amivel
senki nem sétálna be a hivatalba, nem tudom, polgármester asszonynak a fogadóórájára, vagy nem írna hivatalos levelet, mert annyira azért nem nagy probléma. Lehet, hogy még egy ilyen Facebook kommentet írnának esetleg a nagykövetségi Facebook oldalon, de sokszor még csak azt sem. Szóval egy csomó olyan probléma van, amit egyszerűen csak észre kell venni, és akkor azok orvosolhatóak. Tehát akkor nem íróasztal politikus lesz, hanem terepjáró. Határozottan nem. Jó, melyek a legfontosabb feladatok, hogyha hármat megnevezne, ami a nagykovácsi jobbátételében elengedhetetlen a következő ciklusban? Szerintem nagyon fontos az Nagykovácsiban, hogy ugye a Budapest környéki településeket nézzük, akkor mi vagyunk az egyetlen, ami egy zsákfalu, ami közvetlen szomszédos Budapesttel. És ugye ez adja nyilván a nehézséget is például a közlekedésben, de ez adja azt a ékszerdoboz jellegét is, amit meg mindenképpen meg kell őrizni. És szerintem nagyon fontos az, hogy ne egy ilyen mini fővárost akarjunk csinálni, tehát ne akarjunk mindent, ami van Budapesten. Pont az a jó, hogy itt nincs minden, de azért vannak olyan dolgok, amik meg mindenképpen szükségesek, hogy élhető legyen egy település, ahol most már majdnem 10 000-en élünk, vagy hát papíron 9 000 valamennyi, de szerintem összességében több mint 10 000-en. És nyilván azért vannak olyan fejlesztések, amik megelengedhetetlenek. Szerintem jó úton halad amúgy a település, de azért mindig van mit tenni. Hogyha konkrétumot kell mondanom, innen is a gyerekekkel kapcsolatos dolgok jutnak először eszembe. Az iskolának és az óvodának a fejlesztése, az iskola esetében adott esetben bővítés, az még mindig napirenden van, és az szerintem nagyon fontos. Nem fogy a gyerek létszám? Ugye most van egy, igen, most van egy átmeneti ilyen demográfiai hullámvölgy. Azért alapvetően azt gondolom, hogy itt ilyen drasztikus, folyamatos csökkenésre szerintem nem kell számítani. Inkább 10 évvel ezelőtt volt egy óriási nagy boom, és akkor most így visszakonszolidálódott, hogy rengeteg gyerek él itt, gyakorlatilag a lakosok harmada kiskorú, úgyhogy szerintem itt elfogyni nem fognak a gyerekek. És nyilván az a tendencia, hogy akik ide kiköltöznek, azért most még mindig van a hegyen egy csomó olyan telek, ami üres telek, vagy ilyen régi víkendházas telkek, tehát ez a tendencia még sokáig szerintem fent fog maradni, hogy aki viszont ide kiköltözik, azok meg kisgyerekes családok, vagy hogyha nem kisgyerekes, az lesz, mert kiköltözik egy pár, aki után gyereket vállalnak. Úgyhogy ezt a feladatot nem szabad elengedni. Meg hát az óvoda épület is, ami 2010-ben épült, a Kaszáló utca, igen, az már 14 éve van. Tehát mindig újjaviként hivatkozunk rá, persze, nem egy 50 éves épület, de mondjuk energetikai korszerűsítésre nagyon rászorul folyamatosan az udvaron való árnyékolás, például az egy mindig állandó jellegű probléma, majd ugye nyáron. Jó, lehetne szétszállazni a dolgokat. A lényeg az, hogy a gyerekeket itt tartani jobb körülményeket. Igen. Így van. Jó, itt tartottuk a gyerekek? Vagy Nagykovács is beáll abba a sorba, hogy elvándorolnak a fővárosban, nagyobb településekre, és külföldre is sokan. Tehát hosszú távon, hogy majd az életüket itt fogják élni, hogyha erre gondolunk. Ugye az egy nagyon komoly egzisztenciális kérdés is. Tehát, hogy az ingatlanokat nézzük, nyilván egy fiatal felnőtt fogja magát, bemegy egy budapesti kis albérletbe, vélhetően is úgy kezdi meg az életét, és nem úgy, hogy vesz 80 millióért egy telket. Tehát, hogy azért ebből a szempontból nem annyira egyszerű. De hogyha meg arra gondolunk, hogy még mielőtt fiatal felnőtt lenne, és a Charlie fészekből való kirepülésről beszélünk, hanem mondjuk a tinédzsereknek az időtöltéséről, és akkor ez egy másik, hogyha egy második pontot mondok, a közösségi tereknek, sportéletnek a fejlesztése, tehát lehetőséget adni arra, hogy itt akarjanak maradni a gyerekek. Ugye erről sokat beszélgetünk, hogy oké, ott vannak a játszóterek, ami mondjuk a 6-8 éves korig jó tevékenység egy kisgyereknek, de a tinédzsereknek nagyon kevés olyan dolog van, amit itt tudnak csinálni. És ez saját gyerekeimből kiindulva, a nagyobbik fiam 14,5 éves, és gyakorlatilag leggyakrabban, amit csinálnak a barátaival, bemennek a városba, és a Millenárison ülnek. És akkor ott beszélgetnek, vagy nem tudom, vesznek egy hamburgert, és ott teszik meg, és akkor nyilván itt is meg lehetne csinálni, meg miért nem mennek az erdőbe, meg nem tudom, de ugye nekik ez a mindennapos környezet, és ehhez képest az egy ilyen kimozdulás. Erre most a készülő Lemvirág Parknak a tervek már elkészültek. Ugye ott például egyértelműen vannak ilyen tervezett funkciók, ahol a tizenévesek is el tudják tölteni az időt. Meg tényleg ez a szépen kialakított, itt egy pad, ott egy kis leül, egy kis dombocs. Tényleg, mint hogyha belegondolunk a Millenáris Parkba, egy csomó olyan funkció, ami a gyerekeknek arra jó, hogy nem otthon ül, nem a plázában ül. Jó egészséget, sok sikert, és azért finom ételeket kívánok a következő 5 évben is. Köszönöm.